hangja. Tehát itt szólva a, nem a sas, bagoly, bagoly hang van az elején. Itt egyébként talán még ilyen easter egg-nek vicces lehet, hogy... Ez le van elkúzva faszán. Ez valami rádió. Amúgy csak érdekesség, nem, ez egy Kossuth Lajos beszéd, az első 15, wow. 15 hangfelvétel, amit a világon rögzítettek, az benne volt. Az égvilágon semmi köze nincs a zenéhez, de egy plusz layernek ráraktam, legyen egy kis beszéd az alatt. És miért pont ezt? Mert tetszett a hangsúlyozás, meg azért én most már beszélnek így a magyar emberek amúgy, ilyen szónoki flashbe. És akkor megy a duma, bejön az első izék is, piano hang. Itt azért sok dolog megtörténik, ezt mondom, hogy sok textúrákkal kezdődött, utána jött a gitár. Ja, azért kerestél textúrákat, hogy legyen egy moodod, egy feelinged, amire utána tudsz építeni hangszerben? Ja, ez olyan, mint tudod, egy zaj. Egy kis, mint a vinilnek a zaja, az ugye mennyit szenvedtek az emberek, hogy azt végre ne legyen benne az emberek. És most mindenki visszateszi újra. Hogy meglegyen a hangulata a ilyen vintage zajnak. És akkor erre ráraktam ezt a szart, a gitár riffet. Ezt a szart. Bocsánat, már csak próbálom gyorsan átmenni rajta, hogy legyen idő mindenre. Ez volt az arcade outputban. Ezt a basszust nem játszottam fel, ez egy loop, ezt be kellett zongorázni szépen, hogy minden egymás után jöjjön. És a kis gitár riff mellette, ami talán ilyen jellegzetes. Ezt ugye most megnézzük, hogy mi van. Akkor van egy layer, van egy gitár riff, van egy kis szinti, átmenet, és talán a dobsávon is most már elkezdődhetnek a témák. Tehát ilyen kis igazából ki nem hallható kis fehér zajok. Azt akartam, hogy legyen egy ilyen drámai, ilyen tehát nem egyből értelmezett, hogy ez milyen típusú zene. Tehát nem egyből van meg az, hogy ez most bulis lesz, ez most mély lesz, meg ilyenek, mert csak egy ilyen dum-dum-dum-dum. Ez az van, hogy most vársz valamire, ami remélhetőleg talán sok emberek úgy volt, hogy megjött a végén, de lehet, hogy nem. Itt már a verze van. Meg a kis gitárizé dolgok alatt, ez szépen rárakosgatom. Ja, tehát megvolt a textúra, és utána már egy gitárral rávettél mindent, ami még a melódia. Igazából a gitárral csak annyi volt ilyen kis riffek. Meg még amit találtam rá utána, és akkor ez már vokállal megkezdődik. Meg itt is vannak ilyenek amúgy. Te nem láttad, hogy húzódott szét a család. Ez egy háttérvokál, yeah, amin egy formant van, ami nem, tehát lepicseli a hangot, de nem veszi el a tonalitását neki. Ez szól két oldal. Ja, szóval így lemélyíti a hangját. Igen, a Tomás szempontból, igen. De csak azért mondom, hogy ami talán fontos lehet ebből, hogy a formant azt hiszem kurva. Meg az összes ilyen EDM, meg ilyen clubbanger slágereket azt úgy csinálják, hogy minden le van formantolva. Szóval ez egy nagyon jól használt dolog. Nem láttad, itt a lead vokál. Mi az, ami érdekes? Nozgét, ez kizárja azt, hogy ne, tehát csak akkor hallatszódik a hang, amikor beszélsz. Nem viszi bele a zajt. Diesször az kiveszi az ezt, amikor beszél a tanárnő izén a ballagáson, és az S betűk azok így basszák a füledet. Sziasztok, akkor ez azt veszi ki. Sima EQ, amit én találtam rá, hogy jó lenne. Kompresszor presetbe van állítva, azon nem sokat húztam. Ez egy szaturációt ad a vokálnak, amitől a te nem látod, hogy az ilyen dolgok azok hangsúlyosak. Te nem láttad, hogy húzódott szét benne a család, mindenki vonzolja a saját maga. A multiband kompresszor, az talán az egyik leghasznosabb dolog. Én azt érzem, hogy ott válik a vokál, egy nyers vokálból egy tényleg stúdióra kevert hangminőségre. Én ezt így beállítottam, 4 tartományra bontja az egész EQ-t, és akkor ez a közepe, ez a magas, ez a középmély, ez meg a teljesen mély, ez a dünnyögös része. És hogyha ezek faszán ki vannak itt balanszolva, akkor megkapja az összeset. A saját maga keresztjét a hátán. És akkor most megpróbálom megkeresni az érdekes dolgot. És ezeket így te építetted fel, meg te találtad ki, hogy mi az a hangzás, ami a te vokálodra a tökéletes? Igen, és az a baj, hogy egyrészt most lett ilyen kibaszolni deja vu érzés, ami ezt megkérdezed, és ezt elmagyarázom. Nem tudom miért. Lehet, hogy megtörtént? Lehet, hogy megálmodtam, mert lehet, hogy ez egy párhuzamos dimenzió a világban, nem tudom. De az, hogy ezt megkérdezed, ja, ez megvolt. Csak hogy amit válaszolok rá, csak az jutott eszembe ez, az a válaszom a kérdésedre, hogy ilyenkor, amikor csinálok valamit és elkap, akkor nem tudom azt megcsinálni, hogy most
jó értelmezem, jó, akkor ez a layer, meg volt, rárakom ezt. Gyorsan-gyorsan keresni kell dolgokat, amik még ráillenek, mert különben kimegyek a flóba, és elmegyek cségózni, elveszik a hangulat, azért, hogy zenét csináljak. És tudod, ilyenkor van az, hogy ez az égenerációs probléma. Fél óra, egy óra után már elkezdem az alapot, és hiába vezet valahova, már nem fog érdekelni, ha nem találok addig valamit, ami így elvisz, vagy így izé megindít. Tehát ez főleg egy lassabb zene. Fél óra után úgy keresel egy újat ilyenkor? A fél óra után, ha valami nem lesz sláger, vagy nem érzem azt, hogy tényleg nagyon pacek, akkor kidobom és kezdek egy újat. Te nem láttad, hogy húzódott szét a család, mindenki vonszolja a saját maga keresztjét a hátán. Jól el is ment az ereje, amúgy ez a nyers. Te nem láttad, hogy húzódott szét a család, mindenki vonszolja a saját maga keresztjét a hátán. Kop-kop. Ez a izé. Ez a fő téma, talán a gunguru-gungunál még érdekesebb lesz. Ezt nagyon várom. És akkor még itt mi van? Ez van itt. Ez egy... Ez volt talán, ami a kommentek alapján ítélve a legizébb volt, a legmonumentálisabb pillanat zenében. Ez kettő ilyen binaurál téma, ami annyit jelent, hogy nem sztereó, tehát nem jobbra-balra helyezkedik el a hang maga, hanem egy külön térben, és ezt nagyon nehéz volt aztán összemaszterelni együtt, mert ez két teljesen külön dolog, de azért nélkül, hogy ez a binaural kopogás, ez úgy szóljon, hogy ne jobbra-balra hajat, hanem, mint hogyha tudod, de egy térbe helyezkedne el az egész. Mögötted, és ez beszaratja az embert néha, hogy tudod, azt hallod, hogy tényleg kívülről kopognak. Meg ez volt ez a Minecraftos ajtónyitás, mert ugye a kop-kop gyere be után kellett valami, és akkor úgy voltam vele, hogy hát ez ilyen zoomer dolog, tudod, és megfogta szerintem a hallgató közönséget, úgyhogy sikerült. És tényleg kinyílt az a bizonyos ajtó, és akkor folytatjuk tőle a szobát. Esténként vágyom még arra, hogy szépnek is lássam, de minden, ami... Itt vannak ilyen kis háttérvokalok, amik nem biztos, hogy egyből kialhatóak, de talán érdekesek tudnak lenni, azokat most megmutatom. Ez a fő. Esténként vágyom még arra, hogy szép... Ja, ezek ilyen feeling sávok. Ja, ez ilyen csak az, hogy ússzon el valami, ameddig magyarázom. Visszajön a riff. Sokat gondolkozom azon, hogy a lettem ilyen, hogy a lettem. És itt, amikor van egy darálás, a dob talán érdekes lehet tud lenni. Ráraktam a tape delay-t. Vagy ez a zene is kb. Mint a legtöbb zene, milyen stock logikos pluginból épül fel, tehát nem nagyon használ a külsőt. És ez a tape delay is olyan dolog, hogy ez benne van az alap logikos cuccba, és amikor berakom a snare-t, kurva jó, nem? Ez egy buzi snare, de rajta van a tape delay. Már van egy lecsengés, és már hallod azt, hogy lemegy valamerre. Ez ilyen tipikus dabos, ezt a regibe használták nagyon sokan. Ez a nem a tü-tü-tü, meg nem a tü-tü-tü-tü, hanem az a tü-tü-tü-tü-tü-tü. Tehát két sztereóza van, és kettőféle delay történik. És azt is így delayezed, és abból lesz ez a feeling? És ez a két delay, ez össze van itt sztereóza. Ez a 1/8-ad. És itt majd megcsinálom, összerakom a várat. Nem érdek időm van, azt mondják, kienyek le, hiszen mégis van, ami megvárat. Folyamat, baszod el az időt, de hogyha fasz vagy, és egyik nap sem ezt... Megy egy lalélólé. Egy normál hang, meg egy terc. Várat, folyamat, baszod el az időt, de hogyha fasz vagy, és egyik nap sem ezt a mána. Szóval mondd el, mire vártunk. Bejön a basszus. Most úgy vagyok... Ez a Serumnak egy basszusa, ez egy külső. Mégis megmarad, előjön ezután már. Szóval ne haragudj, ha megindulok, majd az a zsalók. Egy milliárdos kép, hogy valahogy máshogy, mint rés, soha nem magyarázom. Itt van a kiállás. Erre az, a téma az megvolt, hogy mit akarok. Tudom azt, hogy akartam építeni valamit, ami a végén kiteljesedik egy energetikus formába, és a végén káosz lesz belőle. Nem tudtam még, hogy ez milyen formában lesz, milyen stílusban. De amúgy erre a megoldásra amúgy az Astroworld, a Travis Scottnak a Stargazing zenéje volt az inspiráció. Emlékszem, amikor nyomtuk kocsiba, és lement a Stargazingnek a lassú része, és bejött utána a darálós izé. Ez nagyon megdobta a hangulatot, és ezt akartam ide. De most ez egy tök para dolog amúgy, nekem is, hogy visszahallgatom, hogy ez amúgy egy tökre nem olyan témájú, meg központú zene, amire evidens lenne egy ilyen trap stílus. De amikor ezt a trap beatet meghallom, most nem tudnám, hogy megcsináltam ezt a zenét, azt mondanám, hogy jó, nyomok rá valami lazi ízét, valami, ami jön rá. De nem ebben a hangulatban. Tehát azért tényleg arra van, ezek ilyen családi problémák, meg traumák, meg ilyen szürke dolgokról van szó ebben a zenében. És amikor bejön ez a trap rész, akkor valahogy az volt a cél, hogy ezt a stílust,
amit így alapból használnak arra, hogy flexről, meg hasonló dolgokról, ilyen laza témákról beszélnek, ja, ez kicsit komolyabbra ezeket. Vinni. Nem azt mondom, hogy ez annyira indom, biztos csinált már csomó ember ilyet, csak hogy itt azért kicsit visszás az, hogy ez amúgy nem az a téma, amire illik ez az alap, de ez van. És akkor ennek mondjuk a dob része, ami viszi, mert ez viszi a hátán a témát. Ja, hát ennek nagyon erős lüktetése van. Ja. Itt még van egy SS szintivel feljátszottam ezt a témát. Tehát ilyen darázs hangulat igazából lehúzom. Darázs? Hát ahogy zümmel ja. Itt azért van egy ilyen kiteje, vagy egy ilyen nagyobb izé, ez az Omnisphere-en belül, egy pluginon belül a vokál. Itt egy kis lelépkedés van ezzel. Tün. És akkor ez a teljes melódia, hogyha fogalmazhatok így engedelmetekkel, és akkor megmutatom a drum kitet. Egy például bekezdek a kickkel. Most jön a 808. Kettő snare-t layereltem egymásra, mind a kettőnek le van vágva a mély tartomája, meg van elkúzva. Ez még kicsit laza azért, kell egy kis crisp bele. Így már bejött a másik. Bejött a hi-hat. Snare roll a végén. Akkor mindig, amikor így építed a dalt, folyamatosan jössz rá, hogy ja, még akkor pont ez hiányzik belőle, ja, még akkor ezt raktam bele, hát, vagy már előre megvan a fejedben. Ami a legnehezebb, hogy... szerintem, az egy jó trap groove. Tehát az tényleg azon múlik, hogy az a négy hang, amit kitalálsz, a hat, a snare, a kick, meg a 808, azok olyan hangok legyenek, hogy ahogy berakod, az működjön. És ez tényleg egy varázs kérdése, hogy olyan hangokat találsz éppen, amik működnek bele, vagy nem, és akkor lehet már utána cifrezni ilyenek, hogy például itt van ez a cucc itt, hogy ez nem én voltam. Ja. Ez egy ez is minta? Aha. Meg az összes ilyen kis pörkizé, ez ilyen olló izé lesz majd. Nem, ez nem az olló nem volt. Van benne valami ollós cucc is. És az elviszi amúgy, az hat meghatározó része. De hát adja a jó Isten, nem fogom megtalálni ebből. Mert mi volt így? Ó, itt még az volt a koncepció, várj, ez most leszem észre. Ja, ez nincs is benne? Nem, ez valami kodályos izé volt, kodály wow. Kórus is. Ilyen, Kossuth Lajos, Kodály, Minecraft. Ez itt is minden találkozik. Világ, itt minden találkozik. Ja, ez lett volna az elképzelés, mert Jid is nagy inspiráció, neki vannak olyan zenéje, amiket olyan beatmakerek csinálnak, hogy kalávágnak ilyen kórusos éneklős zenéket, és akkor ezt akartam megcsinálni, csak hát ez végül nem sikerült, hála jó Istennek. Ugye ez a kiállás, itt van a vokál, ez a Omnisphere-es cucc, ez az, ami adja neki a cuccot, meg a basszus. Azt hittétek meg. Na, jó. Na igen, már. Pontosan ezt a részt vártam, amióta itt ülünk. És én rájöttem, hogy ez a gargalizáló ősember. Ez így teljesen ez az amúgy. Mit jelentse ez? Mit akar a gargalizáló? Van benne egy ilyen törzsi hangulat. Érdekes analógia az is. De ez a gunguru-gungu, ez meg olyan tudsz, hogy ez a reggiben meg a rasztában most mindig hallgatom, ott mindig ott általában az nekem tök szimpatizálok az, amikor valaki kevesebb hangsúlyt fektet a szavakra, nem mint olyan értelemben, hogy az értelemmel meg ilyenekkel bírjon, hanem tényleg a hangzás meg a izé vigye el a flow. És akkor előbb-utóbb te bele tudsz projektálni minden dolgot, amit elképzelsz. Azért van az, hogy nagyon sok olyan zenét, amit nem értesz, azt is át tudod érezni, mert nem olyan nyelven valamit értesz, de egyszerűen átjön a hangulata. Szerintem ez az elsődleges cél a zenének, aztán a szöveg az már egy költői, az már egy ilyen írói cucc, ami hozzá párosul. És ezért van a gungru-gungu, meg a skibiribabba, meg az ilyen szarok, amiket csinálok, mert olyan úgy vagyok vele, hogy inkább legyen jó a zene, és ne a szövegen baszakodjak, mert hogyha magyarul nincsen benne olyan szó, ami illene rá. És ez a szepábi csak a becsületedet, de nem vágom a sokat hontalan csukkoromba, de fazé nem fejezik be. Gyere be, maradj be! Na, ez meg ilyen túl, le volt hibördözve. Gyere be, maradj be! Ez, ami itt van, ez a lead sáv, amúgy. Aha. Ez itt.
De ezt látod, hogy itt meg van vágva, meg minden. És ezért mondtam, hogy tök jól lett volna elhozni a demót, mert az elsőben még csak izét mondtam, hogy pimom ma lész, ma réka, ma csélem, ami... Tudod, ilyen szarokat, ja, amikor nincs értelme. Megy a kabuzás ilyenkor, tudod, ilyen. Csak az a baj, hogy ebből szerintem felvettem vagy ilyen 25-30 téket, és annyira, tehát hogy már a procit leterhelte az, hogy ennyi ték volt, ezért kibánszoltam azt, hogy ami a, összevágtam minden egyes tékből, tehát amit hallotok, ez például. A vodka, fanta, ice, csak a blász, meg a ház, ami ég, nincsen szó, nincsen gond. Ez minden egyes tékből a legjobban hangzó rész. Tehát ez mondjuk 10 izéből össze van vágva, az fix. Lehet, hogy sok emberek kiábrálni tud, de amúgy így nyomom, és akkor ezeket a dolgokat, amiket összeollóztam, hogy tényleg mi az, ahol annyi tüdő van benne, annyi levegő van, úgy jön a hang, úgy hajlítok. És tehát meg ilyenkor amúgy kajak így azért veszel fel nagyon sok téket, hogy annak így az összességéből lesz meg a fősávod. Meg én azt gondolom, hogy az első tizet az csak bemelegítés. Tehát ez ugyanolyan, mint egy izé. Nagyon sok párhuzam van az életben. Most például a mixing az lehet a főzéssel párhuzamban. Az éneklés az a sporttal lehet párhuzamban, hogy itt is nem énekelsz be, nem melegítesz be, nem csinálod meg a dolgot, amiket kell, akkor az hallatszódni fog előbb-utóbb. És akkor egyedül, amikor felveszel mondjuk valamit a mikrofon előtt, akkor folyamatosan így boostolod magadat? Ja, meg nagyon sok függ attól, hogy izé, hogy nyomom. Most például nézem a Noren Sisters, ezek nem tudom, kinek van meg, de én indiai, kettő indiai nő. De azok az indiai zenét csak úgy általánosságban, törökülésbe ülnek, meg nyomják a izét. És az azért sok embernek lehet, hogy az átlag mondjuk ilyen európai fogyasztónak hallgathatatlan dolog lenne, hogy ott vinnyognak, vagy azt mondják, hogy hú, ezek csak üvöltöznek, vagy valami. De kicsit tovább gondolsz ezen, és nyomják a ilyen, tudod, izé, így belemennek, meg így nyomják a izét, utcaikat, és így picit ellestem, tudod, és amikor már nyomom a saját zenémet, és valahogy megindítom így a kezemből, úgy jön a szó, úgy nyomja a tüdőből, tehát azért nyomják már 3000 éve biztos az indiai vallás, kitalálták, hogy kell énekelni, és tényleg van benne igazság, hogy ahogy artikulálok, vagy ahogy a mikrofon előtt állok, és amiben képzelem magam, az tökre meghatározza azt, hogy milyen hangok jönnek ki belőlem, és ezért van az, hogy azért lehet, hogy a 30. az olyan lesz, hogy semmi köze nincsen ahhoz, amit elképzeltem, de az a jó, mert az illik ide. Ez mert majd később jön azért, ez nagy idő. Lelved a poént. Ennyi. Köszönjük szépen, tessékén. Nagyon szépen köszönjük. Bomba, hatalmi. Köszönjük szépen. Nagyon-nagyon komoly volt a show. Nagyon-nagyon jó volt. Még egy dologról akartam veled dumálni. Igazából így az elmúlt egy évben elindult az, hogy bármiről elkezdenek beszélni, vagy lejön egy cikk, akkor utána jön még 100. Hogy mennyit kerestél a Papp Lászlóval, hogy éppen kikötött belé, te kibekötöttél bele. Viszont van egy teória, amivel annyira nem foglalkozott senki, viszont én utána mentem. Na. Kedves Attila, a sávlekötő oknyomozó riportja következik. Nagyon érdekes elméletre találtam rá. Azaria vajon tényleg Zambó Jimmy reinkarnációja lenne? Nyomozói pályafutásom alatt sosem álltam szembe ekkora rejtéllyel. Itt az idő, hogy kimenjek az utcára, és a legkeményebb bizonyítékokat találjam meg. Itt látunk két képet. Ismeritek, hogy kik vannak rajta? Hát a Jimmy-t igen. Jimmy meg Azaria. Nagyon sokat lehet erről olvasni, hogy Azaria Zambó Jimmy-nek a reinkarnációja. Te erről mit gondolsz? De szerintem van benne valami egyébként. A hajukon látszik egyébként, hogy szerintem olyan hasonlóság.
So could he be the reincarnation of her? Maybe. He's a man. Okay. Hát tényleg ettől nagyon hangos az internet mostanában, és sok a bizonyíték. De például? Hát például lesz, hogy ugye egyből utána kb. Megszületett az Azaria. Hát lehetséges, én nem tudom, de lehet. Lehet? Egyébként van közt bennük hasonlóság? Hát a göndörhaj, az mindenképpen megfigyelhető. A szemük is kicsit hasonló, meg ugye az arcberendezésük. Hoppá! Nagyjából így felületesen ismerem a zenéket. Természetesen szerintem mind a kettő egyébként abszolút ugyanaz a műfaj. Egyre több ilyen teória terjeng az interneten, hogy Azaria lehet Zambó Jimmynek a reinkarnációja. Ez az egész mindenség, anyag, energia, információ valahogy elkezdődött. És a Bibliában pedig le van írva, hogy nincs reinkarnáció, tehát röviden ez a válaszom, hogy tudni, hogy nem. Hát szerintem nem, nagyon nem. Szerinted nem, és miért nem? Teljesen más. Ilyen nem létezik. Ez a brokkentomos előfordulhat, hogy újra élet benned. Én azt gondolom, hogy így zeneileg tényleg Azaria képviseli azt, amit korábban Jimmy képviselt. Yeah, they're the same person. Just longer hair here. 100%. De akkor kijelenthető, hogy nem. Nem, biztos, hogy nem. Nem. Szerinted Azaria Zambó Jimmynek a reinkarnációja? Szerintem Azaria egyszerűen kicsi Zambó Jimmyhez képest. Nem tud a lelke beleszállni, mert nem fér el. Köszönjük szépen! Vajon Azaria tényleg Zambó Jimmy reinkarnációja lenne? Egész napos nyomozásom során rájöttem, hogy fogalmam sincs. Egy biztos, el kéne gondolkozni azon, hogy vajon biztos minden igaz-e, ami az interneten van. Mindegy, én nem állok meg, amíg nem jövök rá arra, hogy mi is az igazság. Babaitis Jorgosz, Budapest. Hát körülbelül ennyire kell komolyan venni azokat, akik ilyenekkel foglalkoznak. Hát ez egy szép munka volt. Én egyszer láttam egy TikTokot, ahogy ezt fejtegették, tudod, hogy akkor halt meg, amikor én megszülettem. De amúgy eltelt egy év közte, nem? Hát jó, de hát a reinkarnálódása kell azért egy kis... egy kis idő. Egy kis, ott a rendszerbe visszakerülsz, ott kiraktak meg én, meg ilyenek. De most ezt megnéztem, esküszöm, izé. Belém raktad, rajta? Belém raktad, jó. Tudom, mi kell, közös videó, oktomozó videó. tényleg, együtt járunk utána. Mm-hmm. Jó, hát én nagyon-nagyon várom ezt a közös videót, Ati. És köszi szépen, hogy itt voltál. Köszi nektek is, hogy itt voltatok, Sávlekötő. Így van, köszi, aki eljött. Köszi szépen, köszi, hogy eljöttetek. Ez volt a Sávlekötő trip az akváriumban. Tartsatok velünk, még jövünk két epizóddal. Innen fogunk jelentkezni az akvában. Sziasztok, puszi.